Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ma estén, és miután ez egy gyakorlatias webinárium lesz, ezért rögtön meg is osztom a képernyőmet, és belevágunk a közepébe. Ahogy Attila is mondta, a Genially az egy nagyon komplex eszköz, amiről azt gondolom, hogy napokat lehetne beszélni. Én meg aztán különösen sokat tudok beszélni, aki ismer, azt tudja. Viszont most azt gondolom, hogy csak egy részéről fogok beszélni ennek az eszköznek. Ez pedig az, hogy hogyan is tudunk szabaduló szobákat létrehozni. Én most beléptem egy ingyenes fiókba, tehát hogyha valaki regisztrál egy fiókot ingyenesen, akkor ugyanezt látja, nyilván anélkül, hogy itt lennének ezek a már elkészült kis szabaduló szobák, illetve szabaduló szoba sablonok. És egyébként nyilván ugye, hogyha egy ingyenes fiókba belépünk, akkor rögtön látjuk azt, hogy prémium funkció, illetve hát, hogyha előfizetünk, akkor nyilván többféle funkciót érhetünk el. Ezekről fogok majd néhány szót ejteni, de alapvetően én most azért léptem be egy ingyenes fiókba, hogy mindenki láthassa azt, hogy tulajdonképpen az ingyenes fiókkal is nagyon jó lehetőségeink vannak arra, hogy szabaduló szobákat készítsünk. Éppen tegnap volt egy frissítés, úgyhogy azóta néhány dolog más. Ezeket én gyorsan kipróbáltam tegnap este, hogy nehogy itt belesüljek valamibe, de azt gondolom, hogy olyan sok változás, tehát nyilván aki már ismeri a felületet, annak lesz ez esetleg újdonság, aki viszont még nem, hát annak meg tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez most új vagy nem új. Szóval, hogy hogyan is tudunk szabaduló szobákat létrehozni a felületen. Itt rákattintunk arra, hogy Create Genially, és itt vannak a lehetőségeink, amikből ugye én most csak egyet fogok kiválasztani, a Gamification menüpontot, és újra rákattintok arra, hogy Create. És akkor bejutok a játékosítás menüpontba, és azt látom, hogy három csoportba szedték a játékosítási lehetőségeket. Itt vannak a játékok, a kvízek és a szabaduló szobák. Ugye nekünk ma ez a témánk, úgyhogy akkor én rá is kattintok a szabaduló szobákra. És hát azt látjuk, hogy van itt egy jó sok, tehát hogy ennyiféle szabaduló szoba van, de hát sajnos, amint látjuk, ugye ezek itt mind csillagosak, ami azt jelenti, hogy azokat csak a fizetős verzióban tudjuk elérni. Úgyhogy akkor én most rögtön rá is szűrök arra, hogy csak az ingyeneseket láthassuk. És látjuk azt, hogy összesen 5 szabaduló szoba van, szabaduló szoba sablon van, amit az ingyenes verzióban használhatunk. Ezek közül, hogyha kiválasztunk majd egyet, akkor mutatom, hogy mi történik, de még mielőtt erre rákattintanék, azt szeretném még elmondani, mert szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy ha valakinek eszébe jut valami nagyon jó, és azt gondolja, hogy szükség lenne egy ilyen szabaduló szoba sablonra, akkor hogyha erre a menüpontra kattint, akkor itt le lehet írni az ötletet, és hogyha a fejlesztőknek is tetszik, akkor van esély arra, hogy legenerálnak egy ilyen sablont, elkészítenek egy profi design elemekkel rendelkező sablont a saját ötletünk alapján. Szerintem ez nagyon klassz. Tehát ez az 5 sablon van, és hogyha mondjuk én kiválasztok most egyet, akkor kapok egy előnézetet. Egy előnézeti képben megnézhetem azt, hogy hogy is néz ki ez a sablon, tehát hogy mi történik, kicsit tudok mozogni benne, tehát meg tudom nézni, hogy nagyjából hogy fog kinézni. Például ez egy olyan sablon, ahol lehet akár színeket is változtatni. Látjuk, hogy itt ugye ilyenkor a nyomógombnak a színe változik meg, illetve a kiemelt szövegeknek a színe változik meg. Vannak olyan sablonok, amelyeknél van erre lehetőség, tehát ilyen beépített színváltoztatási lehetőség is van. És hogyha ez nekem tetszik, akkor rákattintok arra, hogy use this template, és már is betöltődik a felülete a sablonnak, a szerkesztő felülete a sablonnak. Az a jó
ebben a lehetőségben, hogy nekünk tulajdonképpen létrehoztak már egy komplett szabadulószobát. Ugye itt láthatjuk azt, hogy összesen ez a szabadulószoba 37 diából áll, amelyek között tudunk navigálni, illetve hát amelyek már gyárilag be vannak állítva, úgyhogy be vannak linkelve az egyes diák, tehát nem kell nekünk létrehozni azokat a kapcsolatokat, amelyeket majd meg fogok mutatni, hogy hogyan lehet létrehozni, hanem azok már itt megvannak, és nekünk csak annyit kell tennünk, hogy a szövegdobozokat átírjuk, illetve ahol mondjuk szükségünk van arra, hogy egy másik képet rakjunk be, akkor ott kicseréljük azt a képet. Tehát például ez a szabaduló szoba, mondjuk itt elnevezem, hogy mint a szabaduló szoba, rengeteg formázási lehetőségünk van, tehát hogyha itt végignézzük, ezt most az összeset nem fogom megmutatni, meg elmondani, de hogyha végignézzük, akkor láthatjuk azt, hogy mindenféle formázást tudunk csinálni, nyilván meg tudjuk változtatni a betűtípust, a betűméretet, és a többi, és a többi, tehát én itt most egyetlen egyet változtatok, és már nekem ennyi elég is. Jó, tehát meg tudom változtatni a kinézetét a diának, aztán tudok mindenféle elemet tudok változtatni, tehát hogyha mondjuk ezt a képet én ki akarom cserélni egy másikra, akkor egyszerűen itt rákattintok arra, hogy kicserélés, és akkor választok egy másik illusztrációt, mondjuk teszem azt, én biológia szakos tanár vagyok, akkor mondjuk kiválasztom ezt, és ezt teszem be, és akkor ilyen egyszerű, tehát hogy igazából nem kell sokat gondolkodnom, csak egyszerűen kicserélni azt, amit szeretnék. Aztán utána ugye át kell írni a kérdést, tehát hogy ide mentem az első, ebben a szabaduló szobában az első feladat egy kvíznek a kitöltése, akkor nyilván itt is ugye átírom, hogy mi az, amit csinálni kell, és itt pedig simán rákattintok a szövegdobozra, és beírom az első kérdésemet. Jó, és amint látjuk, úgy van megcsinálva a sablon, hogy ide be van írva a rossz válasz, ide is a rossz válasz, ide pedig az a szó, hogy jó válasz, tehát akkor ide beírom azt, hogy rossz. Nyilván ezt ugye ki tudom tölteni, de most ezt nem fogom, hanem csak beírom, hogy lássuk, hogy mi történik. Tehát ez is itt rossz lesz, ez pedig helyes lesz, úgyhogy akkor ide beírom azt, hogy helyes, és megnézem, hogy mi történik. Ahhoz, hogy meg tudjam nézni, el kell először is neveznem a sablonomat, illetve hát ezt a készülő játékomat, akkor azt mondom, hogy az lesz ennek, hogy próba sablon. Oké. És már is el van mentve, és azt mondom, hogy rákattintok a szemecskére, hogy az előnézeti képre, és akkor itt látom, hogy ugye itt az első kérdés, rosszra kattintok, hát akkor ugye próbáld újra, akkor visszamegyek, nyilván a másik rossznál ugyanez lesz, és a harmadiknál, ha pedig a helyes, akkor ugye itt tudok tovább menni. És akkor itt a második kérdés, amit ugyanígy tudok szerkeszteni. Jó, tehát ugye megcsináltam az első diámat, amin rajta van az első kérdés, rossz válasz, helyes válasszal, és ugye azt mondtam, hogy hát amire még nekem szükségem van, az, hogy nyilván átírjam azt, hogy jó, helyes, tehát akkor ide beírom azt, hogy helyes. Hát most ugye az angol feliratokat írom át. Ide írhatok valamiféle magyarázatot, de ha nem akarok, akkor nem. És akkor, amint láthatjuk, még a nyomógombok feliratát is át tudom írni. Tehát akkor azt mondom, hogy itt megyek tovább. Ugye itt ki kellene töltenem ugyanezt a következő kérdésnél is, a következő kérdésnél is, igen. És akkor ugye van valahol egy rossz válaszom, ami mindig be van linkelve, hát ez az. Tehát akkor ide ugye megint átírom azt, hogy sajnos nem. Jó, és akkor
ide beírhatok bármit, ugye itt is magyarázatként, és mondjuk ide meg azt írom, hogy próbáld újra. Jó, és akkor megnézem, hogy hogy néz ki. Ugye visszamegyek itt az elsőre. Jó, azt mondom, hogy rossz válasz esetén mi történik? Igen, sajnos nem, próbáld újra, akkor visszamegyek, és ha helyes, akkor pedig helyes, és tovább, és akkor mehetek tovább. Hát igazából csak ennyit kell tennem végig az összes diánál, és hogyha az összes dián ezt megteszem, nyilván többféle játék lehetőség van, az összeset nem fogom most megmutatni, de kipróbálhatjátok, nagyon-nagyon egyszerű, én azt gondolom, tehát ez maga a szerkesztő felület is nagyon egyszerű, és hát ilyen egyszerűen lehet egy sablomból készíteni szabaduló szobát. Én most itt vissza is megyek a kezdőlapra, és annyit mondanék el, hogy az ingyenes verziónál milyen lehetőségek vannak. Tehát az előbb láttátok ugye ezt az élénk típusú, tehát ez a nevében ugye benne van az a szó, hogy élénk. Ez az élénk kinézetű szabaduló szoba, ez 37 diából áll, aztán van egy olyan, aminek rejtély a neve, ez 22 diából áll, tehát ez egy rövidebb, aztán van egy oktatás, ami egy ilyen iskolás típusú, tehát hogy ebben olyan témák, illetve olyan design elemek vannak, amik az iskolával kapcsolatosak, ez egy 32 diás szabadulószoba, a kaland 33 diából áll, és a gyár az a legrövidebb, az pedig 17 diából áll. Esetleg, aki még csak most ismerkedik vele, azt tudom javasolni, hogy próbálja ki a legrövidebbel, tehát mondjuk ezzel a gyárassal, és akkor utána szerintem folyamatosan lehet így tovább haladni. Ami még nagyon jó, hogy például olyat is lehet csinálni, hogy ezekben a szabaduló szobákban már egyszer átírt tartalmakat, tehát amiket magyarítottunk, azokat be tudjuk tenni a másik szabaduló szobába is. Tehát, hogyha például én létrehozok egy kvízjátékot ebben az élénk szabaduló szobában, és azt mondom, hogy azt szeretném használni egy másikban, akkor azt simán be tudom illeszteni a másik szabaduló szobába is. Csak arra kell figyelnem, hogy ezt a megfelelő helyen belinkeljem, amit mindjárt fogok mutatni, hogy hogyan is működik. Mert ugye a sablonoknál ezt nem mutattam, ugyanis ezek automatikusan be vannak illesztve ezek a linkelések, és ezzel nem kell foglalkoznunk. És akkor a következő téma az lesz, tehát ez volt így dióhéjban az, hogy hogyan lehet sablonokból létrehozni ilyen szabadulószobákat, és akkor a következő témakör pedig az lesz, hogy hogyan lehet üres diából szabadulószobát létrehozni. Ugye látható, hogy hát itt már én egyet elkezdtem, de én most egy teljesen üresből fogom ezt megmutatni itt. Rákattintok megint a Create Genially-ra, és a Blank Creation-re kattintok, tehát az üres alkotásra, és itt láthatjuk azt, hogy különféle méretű és elrendezésű diákat tudunk kiválasztani, de én most a hagyományos, tehát amit itt felajánlanak, azt választom ki, és akkor rákattintok arra, hogy Create. És akkor egy olyan felület fog most fogadni, ami nyilván hasonló lesz az előbbihez, csak itt a diáknál nincsen csak egyetlen egy diám. Itt most az összes lehetőséget nem fogom végigmondani, egyrészt erről van már egy másik digitális téma hetes videó tavalyról, és azóta nem sokat változott a felület, úgyhogy azt, akit érdekel, megnézheti, és akkor onnan fogja tudni, hogy mi hol van, ami pedig nekünk most releváns lesz, azt úgyis meg fogom majd mutatni. Jó, tehát létrehoztunk egy üres diát, és azt mondom, hogy akkor ennek is címet adok, üres diából. Ez lesz. Hát nyilván valószínűleg több diából fog állni, úgyhogy ezt itt rögtön adhatok neki több diát, és akkor rögtön azt is megmutatom, hogy
innen is lehet például olyat csinálni, hogy beillesztem a már meglévő alkotásaimból, mondjuk beillesztek egy quizt, de ezt majd később fogom megmutatni, ez itt a My Creations-nél lehet. Most egyelőre üreset teszek be, még egyet, illetve hát ezt csak azért mutatom meg, hogy lehet így is, de természetesen lehet úgy is, hogy én egész egyszerűen duplikálom a diákat. Ez nyilván akkor lehet fontos, hogyha beillesztek valami olyan tartalmi elemet, amire többször lesz majd szükségem, például mondjuk egy navigációs gombot, akkor ezt nem kell az összes diára majd föltenni, hanem ráteszem egy diára a navigációs gombot, és utána duplikálom a diát, és akkor már is megvannak a szükséges diáim. Na, hát azt mondom, hogy akkor ez egy próba szabaduló szoba lesz, amiben csak úgy lehet majd mozogni, hogyha valamilyen feladványt megfejtenek a gyerekek, és egyelőre ez most semmilyen különösebb extrát nem fog tartalmazni, hanem kérdéseket és lekódolt válaszokat, tehát kódolt oldalakat, vagyis levédett, jelszóval levédett oldalakat fogok elhelyezni. Ezt fogom most megmutatni. Jó, hát akkor azért valami képet rakjunk bele, hogy ne legyen uncsi. Azt mondom, hogy itt az első képre, vagyis az első diára ráteszek egy iskolát. Itt ezek ingyenesen használható képek, amik ráadásul jogtisztán használhatók, tehát például én most kiválasztom a Pixabay-t, és beírom azt, hogy iskola. Nyilván sajnos ez csak angolul működik, de ez talán nem probléma. Jó, hát azt mondom, hogy ez a könyvtáros kép, ez elég sejtelmes, akkor legyen ez. Jó, ezzel már be is illesztettem, visszamegyek ide az oldalra. Ezt bárhogy tudom méretezni, el tudom helyezni úgy, ahogyan szeretném. Ugye látjuk azt, hogy itt vannak segédvonalak a szerkesztéshez, tehát látjuk azt, hogy ha teljesen a vonalhoz érek, akkor ugye átváltozik kékké, és akkor látjuk, hogy biztos, hogy teljesen lefedi a lapot. Tudunk, és ez lesz egy újdonság, amit szeretnék megmutatni, az, és szerintem ez sokat segít, hogyha ezt a képet akarjuk, egy kicsit pontosabban akarjuk elhelyezni, illetve azt akarjuk majd, hogy mondjuk minden dián pont ugyanott legyen az a kép, akkor erre most van egy olyan segéd lehetőségünk. Ugye az látható, hogy itt nincsen sehol ilyen vonalzó, meg ilyen rács, raster, ami segít abban, hogy hova is illesszük a képet, csak az oldalhoz illesztés volt lehetséges. Viszont, hogyha itt a három kis vonalkára kattintunk, akkor itt van egy olyan kis kapcsoló, hogy designer mód, és hogyha ezt bekapcsolom, akkor látjuk azt, hogy megjelenik egy ilyen új kis lebegő panel, amit ide-oda vihetünk, tehát hogyha eltakarjuk valahol, akkor át tudjuk vinni, és itt látjuk, hogy pozícionálni tudjuk nagyon jól a képet, tehát hogyha azt mondom, hogy mindegyik kép majd, vagy egy bizonyos kép, egy választott kép minden dián 5 pixelre legyen a bal szélétől a képnek, a diának, és mondjuk fölülről is 5 pixelre legyen, akkor beírom azt, hogy 5, és már is ugye láthatjuk, hogy 5 pixelt mozdult. Nyilván 5 pixelt nem lehet nagyon jól látni, hogy mozog, de hogy valóban elmozdult onnan. Tehát, hogy ezzel az új segédeszközzel, ezzel sokkal pontosabban tudjuk elhelyezni a képeinket, és ez szerintem sokat segíthet. Engem sokszor zavart az, hogy nem tudtam pont ugyanoda rakni. Jó, és akkor ezt tudom nagyítani, akár úgy, hogy teljesen biztos, hogy teljesen kitöltse a képet, illetve egyébként háttérként is be tudnám szúrni, meg rengeteg lehetőségünk van, de itt most nem ez a lényeg. Na, akkor betettem ezt a háttérképet, és azt mondom, hogy ide fogok egy feliratot írni, hogy
Üdvözöllek a szabaduló szobában. Jó játékot. Jó, hát ezt ugye tudjuk bárhova rakosgatni, méretezgetni tudjuk meg, hát mindenfélét tudunk vele csinálni, de ez most annyira nem lényeges. Ja igen, még egy fontos dolog, hogyha itt mondjuk véletlen valamit elhúzok, és nem jó helyre raktam, vagy elmozdult valami, akkor, vagy valami olyat csinálok, amit nem kellett volna, akkor van lehetőség a visszavonásra, úgyhogy én ezt most meg is mutatom, tehát így tudom ugye visszavonni, illetve hogyha például azt akarom, hogy ez a kép még véletlenül se tudjon elmozdulni, akkor erre a kis lakatra kattintva már is biztonságban helyeztem, és most már nem tud elmozdulni, meg ezt is akár lelakatolhatom. Tehát tulajdonképpen minden olyan elemet, amit azt szeretném, hogy még véletlenül se mozdítsak el, azt le tudom lakatolni, utána ezt a lakatot fel tudom oldani, és újra tudom szerkeszteni, tehát a lakat ez erre való. Jó, tehát üdvözöllek a szabadulószobában, jó játékot, és azt mondom, hogy hát valahogy menjen majd tovább a diák, megnézem az előnézeti képet, és akkor most azt fogom észrevenni, hogy egyrészt nem az első dián dolgoztam, úgyhogy akkor ezt rögtön javítom is. Ugye ezt én most ide tettem, de hát ezzel akarok kezdeni, úgyhogy akkor ide fölhúzom, és már is ez lesz az első diám. Tehát, hogy azt is látjátok most, hogy így át lehet rendezni simán a diáknak a sorrendjét egy sima húzással. Jó, tehát akkor ugye itt vagyok az első dián, és azt mondom, hogy menjen majd tovább a diák, és azt látom, hogy hát ő itt simán tud lapozgatni az egyes diák között, de én ezt nem akarom, hanem azt akarom, hogy csak akkor juthasson tovább, hogyha valamit majd nyújt, tehát mondjuk valamilyen kérdésre válaszol, vagy ilyesmi. Ezt úgy tudom megtenni, hogy amikor itt vagyok az első diámon, akkor itt van három ilyen kis pötty, ide rákattintok, és látok egy ilyen menüpontot, hogy navigáció. Háromféle navigáció van, ugye alapból a standard van beállítva, ami azt jelenti, hogy jobbra-balra lapozgathatok a képek között. Aztán van egy olyan, hogy videó, ami nyilván azt jelenti, hogy a vetítésből videót is tudok csinálni, de nekünk a harmadikra van szükségünk, a microsite-ra. Microsite, hogyha rákattintunk, itt le is írja, hogy mit jelent. Hát azt jelenti, hogy nem lehet navigálni a diák között, az egyes diák között, hanem csak valamilyen interaktív elem segítségével lehet tovább jutni. Na, nekünk erre van szükség, úgyhogy én ezt most akkor ki is választottam, és megyek tovább. Tehát ha azt akarom, hogy a második képre tudjak menni, akkor ugye most be kell tennem egy valamilyen interaktív elemet. Nagyon sok lehetőségem van, az egyik az az lesz, most kettőt mutatok ezek közül. Az egyik az az lesz, hogy valamilyen interaktív elemet beteszek, mondjuk például azt, hogy tovább, ezt a kis tovább ikont teszem ide be, amit bárhova eltehetek, ugye tudom például változtatni a színét, meg hát rengeteg mindent tudok vele csinálni, de ez nem lényeg nekünk, hanem igazából csak az a lényeg, hogy ahhoz, hogy ez a kis ikon tudjon tovább vinni minket, ahhoz be kell állítanunk azt, hogy ez a második diára mutasson. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy belinkeljük a második diát, és ennek pedig az lesz a menete, hogy rákattintunk itt a kis kezecskére, és itt kiválasztjuk azt, hogy go to page, és kiválasztjuk a második diát. Ugye itt sorrendben vannak a diáink, ez lesz itt a második, ami mellette van, és elmentjük. És akkor megnézzük, hogy működik-e. Azt mondom, hogy rákattintok, és már is ott van a következő dián. De ugye én azt szeretném, hogy ne lehessen csak úgy tovább menni a következő diára, hanem csak akkor, hogyha egy kérdésemre válaszol a diák, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha itt ugye az első dia kivételével a többi dia mellett van három kis pötty, amik arra szolgálnak, hogyha rákattintok,
akkor azt látom, hogy levéthetem jelszóval ezt az oldalt, illetve el is rejthetem, de nekem most nyilván ez a jelszóval való védelem a fontos. Akkor rákattintok erre, hogy adjak egy jelszót az oldalhoz, és ide beírom a jelszót. Mondjuk a jelszavam az lesz, hogy gólya. Beírom azt, hogy gólya, és azt mondom, hogy kész. Már is akkor felugrott egy új párbeszédpanel, amit még ugye eddig nem láttunk. Ez az, hogy ezt a jelszó bekérő oldalt testre tudom szabni. Hát például ugye itt is meg tudom utána változtatni a jelszót, hogy ja, mégse gólya legyen, hanem harkály, vagy akármi más, de nekem most jó lesz a gólya. Aztán meg tudom változtatni a kinézetét, például azt mondom, hogy lehet pirossal írva a szöveg, és a háttér pedig mondjuk legyen ilyen világos színű. Aztán ide be tudok írni bármit, ugye most alapból az van beírva, hogy ez az oldali jelszó védett, de én nem azt fogom beírni ide, hanem a kérdésemet. Tehát beírhatom akár ide a kérdést. Beírhattam volna egyébként az előző diára is, hogy válaszolj a kérdésre, és akkor felteszem a kérdést, és amikor tovább megy, akkor neki ide csak a választ kell beírnia, de én most ide fogom írni a kérdést. Azt mondom, hogy a kérdésem, miután ugye a válasz az lesz, hogy gólya, hogy hosszú, csőrű, költöző madár. Mi az? Jó, és akkor ide pedig ezt akár kitörölhetem, ugye ide azon ír, hogy ide írd a jelszót, de mondjuk én be is írom azt valóban, hogy ide írd a jelszót. Jó, és akkor már is készen vagyok, meg tudom nézni az előnézettel, megint csak ugye a szemecskével, látjuk hosszú csőrű költöző madár mi az, gólya, beírom, és akkor tényleg tovább tudtam haladni. Jó, akkor kipróbáljuk, hogy hogy néz ki. Rákattintok az előnézetre. Jó, itt van ugye a továbbvívő nyíl. Hosszú csőrű költöző madár mi az? Beírom, hogy gólya. És már is ott vagyok a következő oldalon. Jó, hát ugyanezt kell tulajdonképpen végig csinálni, tehát ugye most itt vagyok a következő oldalon, mondjuk berakhatok egy képet, azt mondom, hogy itt mondjuk kiválasztok egy madarat. Jó, hát ez ugyan most nem egy gólya lesz, de lényegtelen. És akkor ugye itt ezt ide beraktam, és mehetek tovább. Jó, a következő lehetőség az lesz majd, hogy most a kérdést itt fogom feltenni, és egy szót fogok interaktívvá tenni, tehát a szóra kattintva kell majd a diáknak tovább haladnia. Jó, és akkor azt mondom, hogy ez egy jégmadár, ha minden igaz, és az lesz a kérdésem, hogy milyen madár ez. Ha mégse jégmadár, akkor elnézést kérek a biológusoktól. Én most jégmadárnak fogom hívni. Jó, és azt mondom, hogy erre a kérdésre kattintva tud majd a következő diára jutni a gyerek, illetve hát azt szeretném, akkor azt kell tennem, hogy rákattintok itt a kezecskére, és ugye megint csak belinkelem a következő oldalt. Ugye itt is lehet látni egyébként, hogy ez egy jelszóval védett oldal, amin éppen most vagyok. Tehát belinkelem a következő oldalt, és azt mondom, hogy oké, jó. És miután ugye kipróbálom, hogy hogy néz ki, ugye hát le van védve, tehát először be kell írnom. Jó, milyen madár ez? Hát ugye itt nem tud semmi más csinálni a gyerek, nem látja, hogy mit kell csinálni, mert hogy nincs nyilacska, de azért van ez a kis
kezecske, mert hogy ez mutatja az interaktív elemeket. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert hogy fogalmam nincs, hogy hova kattintsak, akkor ha rákattintok erre az interaktív elemek mutatására, akkor egy pár másodpercig mutatja azt, hogy hát mire is kell kattintani. Na hát akkor látjuk, hogy ide kell kattintani, és ugye már is itt vagyok a következő oldalon, amit most megint ugye le akarok majd védeni, és azt mondom, hogy ez lesz majd a jégmadár. Akkor ide be is írom azt, hogy jégmadár. Jó, a többi dolgot most nem állítom át, mert hát most már ezt tudjuk, hogy hogyan megy, és akkor kész is vagyok. Tehát ezen az oldalon jégmadár, erre az oldalra csak úgy tudok belépni, hogy jégmadár. Jó, a következő, megint egy szöveget fogok ide tenni, mégpedig azt, hogy ez egy rejtett elem. Jó, egy rejtett elemet fogok betenni, illetve hát egy képet fogok majd interaktívvá tenni. Ezt szeretném megmutatni, hogy ez hogyan működik. Azt mondom, hogy bemegyek itt a képekhez, és ideírom azt, hogy mondjuk bagoly, és akkor van itt egy bagoly. Ezek ugye ilyen kivágott képek, tehát nem ilyen négyzetesek, hanem kivágott képek, és akkor azt mondom, hogy ezt a rejtett elemet ide fogom tenni, illetve hát ez most csak egy kép, ezt a képet ide teszem, és azt mondom, hogy ha ide még odaírom azt, hogy ha a bagyot a megfelelő helyre viszed, akkor tudsz tovább lépni. Jó? Tehát az lesz a diáknak a feladata, hogy ezt a bagyot kicsit kisebbre veszem, hogy azért normálisan lássuk. Ennek kicsit nagyobbra. Jó, ezt a bagyot egy olyan helyre vigye, ahol lesz valamilyen rejtett elem, ahol majd tovább tud menni. És ezt úgy a következő módon tudom megtenni. Ugye ezt itt, ezzel nem foglalkozom. Ezt a képet, hogyha azt szeretném elérni, hogy a képet lehessen ide-oda vinni, akkor, és ez egy új változás, tehát ezt azért is akarom bemutatni, mert ez az előző kezelőfelületen nem így nézett ki. Rá kell kattintanom ide erre a kis kezecskére, és innentől fogva most már ez az elem mozgatható lesz a diákok számára. És azt mondom, hogy beteszek mondjuk ide egy erdőt, hogy azért valahogy ki is nézzem. Jó. Oké, na mondjuk ez jó lesz. Na, és akkor azért is teszem be ezt, hogy megint meg tudjak valamiket majd mutatni. Tehát, hogyha most beillesztettem ide egy képet, hát ez itt most eltakarja a többit, de se baj, mert ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Ugye, hogyha itt a képet aktívvá teszem, tehát rákattintok a képre, kijelölöm, akkor itt fölül van egy ilyen sorrendiség megadásának a lehetősége, és azt mondom, hogy leghátulra küldöm, és akkor egyet kattintottam, és már is látjuk, hogy hátra ment. Tehát akkor innentől fogva, ugye ez már hátul van, és valóban látjuk azt, hogy tényleg hátul van, és jó lenne, hogyha el is tudnám engedni. Na majd most, jó. És akkor hátul van, hát ezt most nem annyira lehet látni, úgyhogy átalakítom fehérre. Jó, és akkor az E betű fekete marad, de nem baj. Jó, akkor így van. És azt mondom, hogy egy rejtett, valami rejtett helyre akarom vinni, és ezt a rejtett helyet ide fogom majd beilleszteni a fasornak a végére. Azt pedig a következő módon tudom. Itt rákattintok arra, hogy
interaktív elemek, és az interaktív elemeknek a legalján van egy ilyen, hogy láthatatlan terület. És akkor ez egy olyan láthatatlan terület, ami értelemszerűen nem látható a képen, viszont interaktívvá tudom tenni. Tehát akkor ezt én most kiválasztom, és látjuk azt, hogy egy ilyen kis halvány lila terület jön elő, amit tudok méretezni. Mondjuk ezt én ilyen viszonylag kicsire veszem, azért, hogy ne lehessen könnyen megtalálni, és ide teszem a fasor végére, és interaktívvá teszem, hogy go to page következő. Oké. És akkor megnézzük, hogy most mi is történt. Hát azt látjuk ugye, hogy jelszóval védett az oldalunk, az volt a jelszó, emlékeznék, hogy mit is írtam az imént jelszónak. Na, ilyenkor szokott az lenni, hogyha nem emlékszünk rá, semmi probléma, mert ugye rákattintunk, akkor meg tudjuk nézni. Ja, igen, jégmadár volt. Oké. Na, akkor jégmadár most már megvan. Beírom, hogy jégmadár. Oké, és akkor látom azt, hogy itt valóban tudom húzigálni a baglyót, és akkor viszem a baglyót, és ahogy viszem a baglyot, ugye látom azt, hogy hoppá, egyszer csak átalakul egy mutató kézzé a kis kezecském, amivel viszem a baglyot. Tehát itt már tudom, hogy na, ez az interaktív. Jó, akkor ott leteszem a baglyot, elengedem, és akkor rákattintok, és már is a következő oldalra tudtam menni. Jó, tehát így működik ez a lehetőség, és egy pillanatra puskázok, hogy megnézem a jegyzeteimet, hogy mindent elmondtam-e, amit akartam ezzel kapcsolatban. Igen, azt hiszem, hogy igen. Aztán, ha majd lesz még kérdésetek a végén, akkor természetesen nagyon szívesen válaszolok rá, de még kettő dolgot szeretnék igazából megmutatni. Tehát, hogy tulajdonképpen így tudunk létrehozni egy teljesen üres sablonból egy ilyen szabaduló szoba jellegű játékot, ahol jelszóval ugye le tudjuk védeni az egyes diákat, és különféle kérdések megválaszolásával tudnak a diákok tovább haladni. Azonban ez azt gondolom, hogy egy ideig nagyon érdekes tud lenni, és hasznos tud lenni, és a diákjaink is biztos élvezik, amíg néhány ilyet megcsinálnak, de aztán, hogyha már egy párat megcsináltak, akkor ez lehet, hogy unalmassá kezd válni nekik, és ilyenkor lehet azon elgondolkodni, hogy hát mivel lehetne még feldobni egy ilyen szabadulószobát. Hát például azzal, hogy külsős interaktív tartalmakat illesztünk be. És hát ezt fogom most megmutatni. Tehát azt mondom, hogy oké, itt megfejtette a diák a kérdést, és tovább jutott a következő oldalra. Itt viszont, ugye most itt volt jégmadár, meg bagoly, meg gólya, hát akkor ebből arra lehet következtetni, hogy én a J és Elipszilon gyakorlását szeretném egy kicsit játékosítani, és ezt fogom tenni, mégpedig a következő módon. Én már előkészítettem itt egy Learning Apps-es játékot, egy tankockát, amiben láthatjátok, hogy vannak J és Elipszilonos szavak, és azt mondom, hogy a tankocka átdolgozására kattintok, és ugye a tankocka készítő sablonnak a végén van egy ilyen visszajelző lehetőség, ahol ugye azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk írni, hogy nagyon ügyes voltál, stb. Itt viszont lehetőségem van arra, hogy beírjam a következő jelszót. Tehát a diák csak akkor fog tudni tovább menni a következő diára, hogyha megoldja a tankockát, és ott megkapja azt a jelszót. A jelszó most itt az lesz, hogy bója. Ezt ugye meg kell jegyeznem. Oké. Akkor megvan, és azért, hogy ne felejtsem el, a következő utáni diára, tehát ide teszek még egy diát, és ugye ide beírom azt, hogy bója. Ez lesz az a jelszó, amivel ő tovább tud menni, és ide pedig beillesztem ezt a tankockát, ami a következőképpen megy.
az insertre kell kattintanunk, és az others-re, és ide kell egy kódot beírni, illetve bemásolni, amit pedig itt találunk, ez egy beágyazási kód, egy iframe-es kód, rákattintok, ez minden egyes tankockának van ilyenje, rákattintok, tehát kimásoltam, itt visszakattintok, bemásolom, és azt mondom, hogy insert, és már is látjuk, hogy megjelenik itt a tankocka, tudom a méretét állítani, és akár teljes képernyősre is tudom tenni, de én most ezt úgy fogom csinálni, hogy itt hagyok egy kis helyet, és ide teszem majd a következő interaktív elemet, tehát, hogy itt lehet majd tovább haladni. Jó, ide beteszem, ne felejtsem el belinkelni, mert ugye addig nem tudok tovább menni. Jó, belinkeltem, következő oldal, oké, rendben. Na akkor ugye betettem a tankockát, ezt egyelőre most nem fogom lejátszani, mert reményeim szerint működik, hanem megint egy újabb lehetőséget szeretnék megmutatni, mert hogy nem csak tankockát lehet beágyazni, hanem bármi mást is. Én most itt egy Word-volos feladatot készítettem elő, ugyanúgy J vagy Elipszilon a gyakorlási lehetőség, és azt mondom, hogy a beágyazásra kattintok, itt másolom a beágyazási kódot, és ide visszamegyek, ugye itt az insertnél, itt az előző még itt van, de azt ki kell törölnöm, és ide beillesztem, azt mondom, hogy insert, és már is megjelenik a játék. Ennél a játéknál pedig úgy csináltam meg a játékot, hogy szintén legyen egy szó a végén, ez egy ilyen beugratós lesz, egy kakukktojás, és a kakukktojásnak a helyes megfejtése az lesz majd, hogy tea, úgyhogy akkor én itt be is rakok egy következő oldalt, és levédem azzal a szóval, hogy tea, ami ugye azért beugratós, mert hát ugye nincsen benne sem pontos, sem elipszilonos jé. Na akkor nézzük, hogy néz ki a játékunk, amit megcsináltunk. Ilyenkor hát leellenőrizzük ugye, hogy minden jól be van-e linkelve, stb. Tehát akkor előnézet. Oké, jó játékot. Valóban tovább tudtam menni. Hosszú csőrű költöző madár mi az? Gólya. Beírtam. Jó. Milyen madár ez? Hát fú, nem tudom, hogy menjek tovább, akkor ugye megnézem azt, hogy tudok tovább menni. Ezzel tudok tovább menni, akkor rákattintok erre. Azt mondtam, hogy jégmadár. Oké. Akkor tovább mentem a következő diára. Ez egy rejtett elem, ha a baglyot a megfelelő helyre viszed, akkor tudsz tovább lépni. Ugye elkezdem vinni a baglyot. Hoppá, ott vagyok. Rákattintok, és már is, ugye ez nem volt levédve jelszóvel az az oldal, de levédhettem volna, de nem védtem le. Na akkor megcsinálom a játékot, ugye ez itt egy héja, ez egy gólya, ez a gúja, ez pedig egy hajó, és akkor itt a jelszó az, hogy búja. Remélem jól írtam be, megyek a következő oldalra, ugye itt tudok tovább menni, akkor beírom, hogy búja, és már is ott vagyok valóban. Itt vagyok a Word-volos játékomnál. Jó, ezt ugye itt végig kellene játszani, én most ezt nyilván nem fogom itt végig játszani, hanem csak kakukktojást ide húzom, mert ugye ez lesz majd a kakukktojás, hogy tea, és akkor itt tudok tovább menni, tudnék tovább menni, de hát elfelejtettem berakni az interaktív elemet, úgyhogy akkor visszamegyek, szóval ezért kell mindig lejátszani, mert ugye nem raktam be az interaktív elemet. Hogyha ugyanolyanra akarom, mint az előző, akkor nagyon egyszerű a dolgom, egyszerűen egy Ctrl-C-t nyomok, átmegyek a következő diára, és Ctrl-V-t nyomok, és ugyanoda rakja, tehát nem kell azzal foglalkoznom, hogy hú, akkor ez most
hol van, és ha minden jól megy, akkor még be is linkeli helyesen, nem, azt már nem linkelte be, tehát én linkelem be, hogy ez a következő oldalra fog vezetni. Jó, és akkor most már ugye jó lesz, ez volt ugye a gólya. Oké, lejátszott a gyerek a játékot, azt fogja ugye megkapni, hogy a tea lesz a rossz szó, a kakukktojás, és akkor következő, és akkor beírja, hogy tea, és ott van az utolsó oldalon. Jó, hát szóval így dióhéjban körülbelül ennyi volt, amit én erről el akartam mondani. Azt gondolom, hogy ezek a legalapvetőbb funkciók, amiket, hogyha használunk, akkor szerintem már egész összetett szabadulószobákat tudunk csinálni önállóan is. Még két oldalt szeretnék megmutatni nektek. Az egyik az, hogy mi a teendőnk akkor, ha valami olyan játékunk van, vagy valami olyan dolgot akarunk betenni, aminek nincs iframe kódja, akkor én ajánlom nektek ezt az iframegenerator.com oldalt. Ezzel elég sok lehetőségünk van, tehát elég sok oldalból tudunk ilyen iframe-es kódot generálni, nem mindenből, de azért elég sokból. Hogyha mondjuk egy honlapot akarunk betenni, aminek mondjuk a tartalmát el kell olvasni a diákoknak, mondjuk a Wikipédiából egy szócikket, mert hogy abban lesz mondjuk a következő oldalnak a jelszava, akkor azt ne felejtsük el, hogy itt a bordert be kell állítani, hogy bocsánat, nem azt, hanem a scrollbart be kell állítanunk, hogy yes, tehát hogy lehessen az oldalon, az oldalt görgetni föl le, mert egyébként, hogyha ez nincs, akkor csak azt az elejét mutatja, ami ugye az oldalnak a tetején van. Jó, és akkor legeneráljuk az oldalt, és betesszük a beágyazási kódot. Jó, és az utolsó, amit még el szeretnék mondani, hogy illetve ajánlani szeretném a Geniali felhasználói csoportot a Facebookon, ahol szintén nagyon sok ötletet kaptok. Van egy videógyűjtemény is, amin tutorial videók vannak, és ez az eszköz pedig, ez a Scape nevezetű eszköz, ez egy francia oldal, ugye látható, én mondjuk francia nem tudok, de hogyha bekapcsoljuk a fordítót, akkor az elég sokat segít, tehát egy csomó olyan játék van ezen az oldalon, amik segítenek abban, ezek tulajdonképpen ilyen skriptek, amik segítenek abban, hogy még további olyan elemeket illesszünk be egy szabaduló szobába, vagy egy bármilyen játékba, amik a játék élményt tudják fokozni. Én egyébként a skriptekkel nem szoktam foglalkozni különösebben, mert hogy azt gondolom, hogy anélkül is egy csomó lehetőségünk van, de nagyon sok plusz lehetőséget ad, és Fási Erika kolléganő és Ejpléné Pál Alexandra, akik nagyon sok videót készítettek már ezekről a képes eszközökről, úgyhogy ezeket tudom ajánlani. Hát ezek már inkább haladóknak valók, tehát hogy nem kezdőknek, de nagyon érdekesek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani, és akkor, hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá.